az egyházmegyei ifjúsági lelkészség jubileumi évének első nagy eseményeként rendezte meg az összrégiós találkozót április 2-án Gödöllőn. A háromnapos rendezvényen közösen kezdték el a felkészülést a nyári táborokra, és végre személyesen is köszönhették egymást a fiatalok. Szombat este került sor a jubileumi programsorozat megnyitójára, melyen részt vett Marton Zsolt püspökatya. A Váci Egyházmi Ifjúsági Lelkészség egy nagyon egyedi működési módban úgy született, hogy egyrésztről egy alulról jövő kezdeményezés hozta létre a régiózást, és erre adta a püspökatya az áldását, és ez terjedt el az egész egyház megyében, tehát ifjúsági régiókat hoztunk létre, amelynek sajátos lelkisége négy alappilléren nyugvó módon próbáljuk a fiatalokkal az egyházat megszerettetni, az egyházban való otthonlétüket egyre inkább otthonossá tenni. Ez, hogy eukarisztia köré gyűlünk össze, hogy Isten országát építjük, hogy Máriás lelkülettel, és a Szentlélekre figyelve próbáljuk a mi munkánkat, a missziónkat végezni. És ennek háttér támogatója egy lelkiségi irodánk, egy ifjúsági lelkészség, több munkatársunk segíti ezt a munkát. Leginkább a fiatalok önkéntes szolgálatára számítunk, amit a régiózásban tapasztalunk, hisz minden régiónak van egy sajátos ifjúság közössége, egy ilyen mentés közösség, Nagyboldogasszony névre hallgató, egy mente misszióban, ahol ők szervezik az életet, mi adjuk hozzám az alapot, a témát, a felkészülést, a találkozókkal való együttműködést, és aztán ők megvalósítják ezt. Egy jubileumi évben vagyunk, több jubileumot is ünneplünk ebben az évben, 2022-ben a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészségnél. 10 éves a WIFI alapítvány, 15 éves az ifjúsági lelkészség, 20 éves az Észak-Dunamenti Nagyboldogasszony közösség, 25 éve vannak táborok az Ipoly mentén, 30 éve pedig létezik a Tiszamenti Nagyboldogasszony közösség, és hát jelenleg nem teljes körű az együttműködés, de azért közösen indultunk el, meg lehet említeni, hogy 35 éve van a Tápiómenti Nagyboldogasszony közösségnek is az alapítása már. Úgy találkoztam az egész mentővel, hogy elkezdtem a kovászolót, ezt a vezetőképzőt, én előtte nem is hallottam erről a mentés életről, tök véletlenül csatlakoztam a kovászolóhoz, és akkor ott amiatt kapcsolódtam be az Észak-Dunába, mert muszáj volt elmenni egy találkozóra, és aztán ott ragadtam. A közösségbe azért csatlakoztam be, mert hogy hát párkapcsolat keresés ügyében, és hát ez össze is jött, utcába, hogy ott ismerkedtünk meg, és alapvetően ez volt a fő motivációm. De aztán nyilván a hitbeli érés is hozzátett ehhez, és az alapvetően nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt, maradt ez a közösség. Én a Dél-Dunába tartozom. Elég kiskorom óta vagyok így nevelve, ugye keresztényként. Viszont mindig hiányzott az, hogy olyan fiatalokkal tudjak beszélgetni, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. És van 4 testvérem, és velük tudok erről beszélni, viszont teljesen más az, amikor teljesen idegen emberekhez megyek oda, és ugyanúgy gondolkodunk. És talán ez is fogott meg, hogy sok idő után azt éreztem, hogy a családomon kívül még tartozok valahova. Egy ilyen második család lett, szóval ez tart itt. Az az üzenetem a fiataloknak, hogy a kereszténységet pontosan egy generáció választja el a kihalástól, a tiétek. És ugyanakkor ti vagytok azok, akik tovább tudjátok adni az örömhírt, az életetekkel, meg a fiatalos lendületetekkel kortársaitoknak. És hogy 2000 év óta nem halt ki az egyház, ti semmivel nem vagytok alávalóbbak a korábbi generációknál, és ezt higgyétek el magatokról, hogy nektek adja a Szentlélek azt, hogy hogyan kell a mai kor fiatalját evangelizálni.